Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Perspektíva, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jób Rodé, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a héten vendégeinket, Ferenc Orsolyát, miniszteri biztost és országgyűlési képviselőt, szervusz! Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat! És Máté Zsuzsát, a Szent István Intézet igazgatóját. Köszönöm szervusz. Szépen és a lehetőséget is, köszöntöm a hallgatókat! És ahogy már szoktuk, hoztam három hírt, belföld, külföld és egy kis világnézet, hogy kicsit kitekintsünk ilyen irányokba is. És kezdjük a belföldi témával. Néztem tegnap, hogy milyen olyan hír van, amit érdemes megtárgyalni, és nagyon érdekelheti a magyar embereket. És hát szinte majdnem minden vezető hírportálon megjelent azt, hogy a magyar háztartások az Unióban a második legszegényebbek, ugye egy Eurostat felmérés készült. De aztán láttam, hogy ez is nagyon érdekes, hogy hol hogyan jelennek meg ezek a hírek, mert aztán megjelent az is, hogy tényleg jobban fenyegeti az elszegényedés a svédeket, mint a magyarokat. Tehát nyilván egy ilyen felmérésből rengeteg szám van, nagyon sok mindent ki lehet hozni, de hát a legtöbben azt hozták ki, hogy majdnem mi vagyunk a legszegényebbek, és már csak tehát az utolsó előtti helyen állunk. Hát ez nagyon szerteágazó, beleértve azt is, hogy a nominálisan nézzük a jövedelmeket, vagy a reál jövedelmet nézzük magyarul, azt, hogy fogyasztás arányosan ténylegesen mennyit ér egy adott pénzegység, amit megkeresünk, és itt mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani Szalai Piroskának a sorozatát, a Mandineren is meg lehet találni, illetve az NKN-nek, Nemzeti Közvetítőknek a honlapján. Nagyon értékes, és szintisztán szakmai elemzésekkel sorban cáfolja meg ezeket a politikailag vágyvezérelten átrajzolt statisztikákat, mert hogy bizony nemhogy nem igaz, hogy Magyarország sereghajtó lenne, hanem az elszegényedés veszélye. Itt csökkent szinte a legjobban, legjelentősebben az elmúlt években Magyarországon. És például ugyanígy nem igaz az, hogy a jövedelmi viszonyokban itt minket hány ország hagyott le, amiket ugye állít Dobrev Klára is ezeken a hakni körútjain. Egész egyszerűen, ha a reál kereseteket nézzük, és a fogyasztási képes, a fogyasztó értékét annak a jövedelemnek, amit megkeresünk, akkor erősen a középmezőnyben van Magyarország, és javuló tendenciával, tehát évről évre javul a reálkeresetünknek az értéke. Most ez a probléma, ugye, hogy a statisztikát így is úgy is lehet értelmezni, és a legfelelőtlenebb dolog szerintem, amit Dobrev Kláráék most művelnek ebben az ügyben, hogy gyakorlatilag egy ilyen politikai hakni körutat raktak össze, mindenféle hamisított, vagy meg sem alapozott, vagy hivatkozás nélküli számokra adováltak rá egy csomó tényállítást, és utána egy szakmai hang kell ahhoz, hogy ezt higgadtan végig lehessen elemezni, és cáfolják pontról pontra. Ugyanígy Piroskának, Szalai Piroskának az írásait szerettem volna én is idehozni, ami alapján az látszik, hogy legalább 6-7 uniós tagállamot megelőzünk ezekben az értékekben. Nyilván mi nem vagyunk közgazdászok, tehát ilyen értelemben mi szakmai véleményt nem tudunk, tehát mi is támaszkodni tudunk valakinek a tudására, de az biztos, hogy azt láthatjuk, hogy Magyarországon, az Európai Unióban, még most is ugye az átlagfogyasztás mértékéig a legalacsonyabbak a gáz, illetve az elektromos áram hozzáférésének az ára, tehát ez egy nagyon fontos, hogyha a lakosság tekintetéből tekintjük azt, hogy hogyan élünk mi. Azt is látjuk természetesen, hogy nagyon magas az infláció, de a tendencia is megvan, illetve az ilyen korrekciós eszközöket is, hát gyakorlatilag hetente jelenti be a kormányzat, hogy milyen módon próbálja ezt visszafogni, és ennek is ugye elég sokrétű és a háború egy nagyvonalú, a családokat támogató politika. Több elemből adódhat össze ez az inflációs mérték, amiben nagyon bízunk azt, hogy tényleg el lehet érni azt a számot, ami ugye ki célként ott van a magyar kormányzat előtt, hogy ez egy számjegyűre csökkenjen az év végére. Nyilván látjuk azt, hogy a közszférában, ugye itt a tanárok helyzetét idehozva például, hogy van tennivaló, tehát az, hogy biztos, hogy egy radikálisabb emelés, béremelés az fontos, hogy megtörténhessen, de itt mindig érdemes azt is hozzátenni, hogy azért vannak nekünk olyan kintlevőségeink, amiket valahogy nem akarnak, függetlenül attól, hogy az számunkra jár, nem akarnak megérkezni azok a források. Tehát az, hogy mi legek vagyunk, most is. Tehát valahogy mindig leg lesz Magyarország, nem? Tehát ezt így meg tudjuk állapítani, hogy így vagy, tehát ebben a negatív értelemben. Azért az mindig tegyük mellé magunkban a kispolcra, hogy ezek ilyen célirányos
vagy egy tényleg ilyen vágytételezett legek, nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat, és ezt sajnos a honi ellenzék is pártolja, hogy hát ezek ne érkezhessenek meg, sőt aktív résztvevője. Hát ez az. Ennek, tehát az, hogy nehézségek vannak, az biztos, tehát ezt mindannyian érezzük, ha bemegyünk a boltba, hogy egyébként az élelmiszerárak hogy nőttek meg, de itt egy picit azért behoznám az, hogy az okokat, nem szoktunk arról beszélni, hogy egy gazdaság működőképesség, egy államnak a jóléte, az mindig alapvetően erkölcsi hozzáálláson is, vagy, abból, vagy azon is múlik, és itt egy picit én az inflációnál mindig azt érzem, ezek érzetek, mondom, tehát nyilván nem tudom az egyes beszállítóknak a helyzetét, de hogy azért sokan akarnak nagyon jól járni. Hát ezt annyira jól érzed, hogy a GVI, ugye a gazdasági verseny, vagy GVH, a gazdasági versenyhivatal, az hirtelen, amikor végre hát hosszas felmérés és mérlegelés utána tettek mezeire lépett, és elkezdte ténylegesen is bírságolni azt, hogy mi is folyik itt, akkor úgy hirtelen egyes termékek ára elkezdett lefele esni az élelmiszerek tekintetében, és amit végig lehetett látni, hogy milyen érdekes az, hogy ugye itt nagyon drága az üzemanyag, nagyon drága az energia, stb., de valahogy a luxus cikkeknél nem úgy mentek föl az árak, mint az alap élelmiszereknél, amit nem tudunk nem megvenni. Tehát most mit tudom én, a beluga kaviár biztos remek dolog, én nem tudom, de azt mondjuk el lehet hagyni egy fogyasztói kosárból, de azért a zsírt, a vajat, a tejet, a kenyeret nem. És ugye érdekes módon ott nőttek a legjobban az árak, majd hirtelen elkezdtek esni. És ugye itt én senkit nem akarok illetni semmilyen váddal, de minden esetre azért ez egy tendenciós dolog. De hozzátéve még egy picit arra, amit mondtál a baloldalás kállódására, azt mindig elfelejtik, amikor itt összehasonlítgatják mondjuk a regionálisan a V4 országokat Magyarországgal, hogy igen, lehet, hogy egy másik regionális országban magasabb nominálisan, amíg a átlagfizetés. De nem teszik mellé, hogy kapnak ilyen rezsitámogatást azok az emberek, vagy azok a családok kapnak ilyen családtámogatási rendszert. Ott is ilyen nagy kedvezményeket kapnak mondjuk azok, akiknek gyerekei vannak, sok gyereke van, stb. Mert ugyanis az is egy támogatás, és ugyanezt tudom mondani, hogy igen, lehet, hogy, és ez az a morális kérdés, amit te is felvetettél, hogy lehet, hogy azt is azért illik hozzátenni, hogy az összképnél ott van például, hogy minden család átlagosan havonta 181 ezer forint támogatást kap ahhoz, hogy ki tudja fizetni az átlagfogyasztásig a rezsijét. Nem tudok róla, hogy mondjuk nyugat-európai országokban ugyanígy megkapnák ezeket a támogatásokat. Volt rá törekvés németeknél is, itt is, ott is, hogy bizonyos módon próbálják ezeket kompenzálni, de torony magasan az egyik legnagyobb támogatást Magyarországon kapják meg a családok. És ez miért fontos? Mert közvetlenül az emberek a családok életét segíti ezzel a kormányzat. Hiszen látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor be van iktatva a támogatási rendszerbe egy kereskedő építőanyagok elszállása, ugye a csoknak a megjelenésével párhuzamosan, vagy most ugye a fogyasztói árak elszállása az élelmiszernél, itt azt látjuk, hogy ahol lehet, és nincs rá fék a rendszerben, és nincs rá ellenőrzés, ott hát ugye valahogy leszedik a sápot azok a közbeiktatott láncszemek. Tehát a közvetlenül a családoknak juttatott támogatás az ilyenkor életmentő tud lenni. Igen, szokták ugye kritikaként megfogalmazni a kormánnyal szemben, hogy nálunk mennyire magas az áfa, mennyire magas egyes termékeknek az áfája, de volt itt ilyen szakember, akinek fel is tettem a kérdést, hogy jó, hát ha most holnap csökkentenék azt az áfát, akkor ugye talán pont a sertéshúsok voltak, ahol csökkent az áfa, de annyira nem lehetett ezt érzékelni az árakban. Hát volt már, ilyen többször volt már, hogy lecsökkentették az áfatartalmat, vagy nem jelent meg. És nem jelent meg, vagy megjelent, aztán visszakúszott. Tehát, és én ezt nem akarok erkölcsileg pálcát törni senki feje fölött, én mindent megértek, azt is, hogy ugye profitot akar termelni egy szektor, de azért azt is látni kell, hogy az államnak folyamatosan úgy kell a támogatást a lakosság felé eljuttatni, hogy ezeket a kell, nem egészen jó hatásokat viszont ki kell védeni. És ami szintén fontos, és a kormánypolitikája melletti érv, hogy hajlandó arra és képes arra, hogy revideálja adott esetben az álláspontját, átalakítson támogatási rendszereket, mint ahogy most valószínűleg egy pár ilyen pont a családokat közvetlenül érintő támogatásoknál lesznek ilyen átalakítások, mert akkor lehet lemérni, hogy hogyan hat egy társadalomra, hogyha kipróbáltuk. Tehát azt látjuk, hogy egyébként egy annyira
változékony klímában kell tervezni előre, ami mondjuk egy pénzügyi vagy egy gazdasági kormányzat számára, akinek egyébként világos társadalompolitikai céljai vannak. Tehát ami, ahogy említette az Orsi, hogy a gyermekvállalás, hogy ne legyen szegénységi kockázat, ez ugye ennek a kormányzatnak az eredménye, hogy ez ebből a helyzetből, mert így volt, ugye, ebből kievickélni tudott a magyar nemzet. Tehát magyarán tényleg szükségesek ilyen unortodox, korrekciós nyesegetések, tehát a benzinársapka, amiket egyébként mi se ismertünk, mert ezek békeidőkben, amikor se Covid, se háború, se egy ilyen felfordult, tulajdonképpen egy teljesen átrendeződő világ, akkor ezek nem szükségesek, és nyilván az a jó, amikor ilyenre nincsen szükség, de hát látjuk, hogy most tényleg az a cél, hogy azok, akik kis jövedelemből élnek, akik nyugdíjasok, akiknek akik gyerekeket nevelnek, hát a lehető legokosabban dobálni azokat a mentőöveket, amik korrigálni tudják ezeket a helyzeteket. Még a bérekről egy picit beszéljünk. Ugye a Covid időszak alatt az orvosok bére rendezve volt, bár az egészségügyi ágazatban sem mindenkinek, tehát még ott azért vannak tennivalók. Viszont ami most ezt az évet meghatározta, az ugye a pedagógus tüntetések, a pedagógus bérekkel kapcsolatos kérdések, és múlt hét pénteken volt a státusztörvénynek egy igen hosszú vitája, és például amiben nyilván a béremelés is szóba jön. És ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy azt mondja a kormány, hogy ezt ugye akkor lehetne megcsinálni, ezt a béremelést, hogyha megkapnánk az Európai Uniós pénzeket, de az Európai Uniós pénzek nem jönnek, és nem is tudom, hogy valakinek van-e információ, hogy mikor fognak ezek megérkezni. Egyesek szerint valószínűleg meg sincsenek már. Na, ez egy nagy kérdés, hogy mi folyik az Európai Unió költségvetése tájékán, mert ugye épp most halljuk. Tehát, bőröndökben vannak. Hát igen, itt voltak ugye bőröndök, amik tele voltak eurókkal, de azt gondolom, hogy azért az egy, hát az se szép dolog, de hát azt majd ugye az Eva Kylie, meg a Tarabella, meg hát az is egy végeláthatatlan operett előadás, majd meglátjuk. De ettől teljesen függetlenül, ugye pont az Európai Unió most próbálja újra tervezni a költségvetését, mert hát bizony, ugye Ukrajna megsegítésének nemes szándéka és célja miatt óriási összegekről, ha jól emlékszem, 50 milliárd euró, vagy valami ilyesmi hangzott el a sajtóban, tehát valami leírhatatlan mennyiségű pénzre lenne szükség. Meg azt is látjuk, hogy még azok az országok sem kapták meg teljes egészében, vagy adott esetben egyáltalán még a forrásokat, az RRF-et, meg ezeket, akik egyébként nem ilyen fekete bárányok, és nem üldögélnek folyton a kispadon, a szőnyek szélén, mint Lengyelország vagy Magyarország, mert úgy tudom, hogy Svédország sem igazán elégedett ezzel a történettel, sőt, olaszoknál is állandóan előkerül, hogy mégse úgy jönnek ezek a pénzek, tehát valami nem egészen, oké, kicsit csikorog a kerék ott Brüsszelben, de egyébként valóban azt látjuk, hogy mi köze van, két ponton van köze az Európai Uniós pénzeknek, mondjuk egy szektor béremeléséhez. Az egyik közvetett, a másik közvetlen. Közvetetten úgy, hogy egyébként az Európai Unió valóban hozzájárult ahhoz, hogy itt szektoriálisan béremelésre kerüljön sor, mert az oktatásban valóban egyébként egész Európában, tehát látjuk, tanártüntetések vannak más tagországokban is, vagy akár már Brexittel ugyanolyan az Egyesült Királyság kilépett, de ott is. Tehát ez egy komoly probléma más országban is, tehát itt tényleg engedik a bérfejlesztést is, de van egy közvetett lépés, hát nyilvánvalóan, amikor több százaléknyi GDP-nek megfelelő pénzösszegről beszélgettünk, egyesbeszések szerint 4-5 százalékát érinti ez a magyar GDP-nek volumenében, akkor természetesen, ha ez az egyébként nekünk járó forrástömeg megérkezik, az katalizálja és gyorsítja annyira a gazdaságot, hogy ki tudja növekedni azt a szükséges pénzmennyiséget, amit a bérfejlesztésre lehet fordítani. Tehát bárhogy próbál hazudozni ebben az ügyben a magyar baloldal, az az áskálódás, az az aknamunka, amit végeznek Brüsszelben, ahol kiállnak utána sajtótájékoztatót tartani, és elmondják, hogy hazafias kötelességük az, hogy ezek a pénzek ide ne érkezzenek meg, ez elképesztő. És igenis a magyar emberek büntetésére csinálják, mert hogy mert 3 milliónál és több magyar ember Orbán Viktor kormányának újra bizalmat szavazni. És amikor arról beszélnek, hogy árnyék kormányzás, akkor ők ezt szó szerint mondják, ugyanis valóban mit csinálnak? Az árnyékból próbálnak kormányozni azáltal, hogy a brüsszeli elfbarátaikon keresztül, sokszor egyébként már-már a belpolitikába történő nyomásgyakorló beavatkozásig eljutva, adott esetben akár az Európai Unió és saját jogszabályával is szembe menve, igyekeznek kényszeríteni a magyar kormányt, azt, akit a magyar emberek megválasztottak, ők, akiket nem választottak meg, hogy az ő programjukat hajtsa végre mégiscsak. Tehát ez árnyék kormányzás, ha úgy veszük, árnyékból
kavarásznak? Hú, nem is tudom, hogy... Tehát mi volt az eredeti kérdés, hogy a tanár fizetése. Tehát, hogy nyilván van egy feszített költségvetése az országnak, ezt ugye idáig taglaltuk, hogy egyébként mennyi komponensből áll össze az a nehézségi fokozat, amiben léteznie kell ennek az országnak, és működtetni kell a kormánynak ezt a gazdaságot. De én egyébként úgy gondolom, hogyha nem tudom, hogy hozzájutunk-e ezekhez a forrásokhoz, ugye ehhez madárjósnak kéne, nem tudom, minek kéne lenni, nem jók a kilátások, de egy biztos pont, hogy jövő június 9-én lesz egy európai parlamenti választás, azt szerintem minden imádságunkat ebbe az irányba érdemes koncentrálni, de ha nem érkeznek meg, ne adj Isten, akkor nyilván egy bizonyos ponton túl nem lesz tovább halogatható az, hogy akkor a saját forrásainkat úgy átcsoportosítani, hogy valamilyen módon lehessen egy nyomkövetőbb fizetésrendezést, ha lehet, hogy nem is ilyen fokút, vagy nem tudom, ezt most tényleg csak ilyen magánemberként mondom, de hogy nyilván ez a feszültség, meg nyilván az ember 4 gyerekes anyaként látja, hogy egyébként kiváló pedagógus, és nem feltétlen a hangadók, hanem azok, akik tényleg egyébként becsülettel végzik a munkájukat. Ezt mindannyian úgy érezhet, vagy érezzük, hogy ez fontos és meglépendő feladat. Úgyhogy, de hát drukkoljunk annak, hogy a normál üzemmód legalább ennyiben visszaköszönjön olyan nekünk járó pénzeket, mielőtt mi egyébként az ukrán újjáépítéshez ugye tagállami szinten 45 milliárd eurót, vagy 405, vagy hogyan, 45 milliárd eurót adnak a tagállamok csak összeközvetlen módon az újjáépítéshez. De hozzáteszem, hogy azért azt meg ismerjük el, mint a magyar gazdaság ütésállóságának egyik példáját, hogy azért ez a játék idézővetett játék Brüsszel részéről már évek óta tart. Tehát minden energiát rátettek arra, hogy nehogy 22-ben újra megalakulhasson az 5. Orbán kormány, aztán megalakult, és akkor mennek tovább, és nyomják tovább ezt az irányt, hogy visszatartják a forrásokat, és ezzel együtt egyelőre nem, hogy ott tartanánk, hogy a magyar gazdaság letérdelt, hanem úgy állunk, hogy szépen haladunk előre. Nyilván könnyebb lenne, hogyha nem volnának ilyen ideológiailag vágyvezérrel túlfűtött harcok a Brüsszel részéről, de ha ez van, akkor egyelőre még ez... Magyar... De nekünk sose volt könnyű. Ez könnyű van, utunk. Tehát az ember végignézi a magyar történelem 20. századi... Hát, vagy az elmúlt ezer évet, nem? Vagy az elmúlt ezer évet, igen. Nem, valahogy nem jutott ebből. Na, itt már kicsit át is vezettétek akkor a témát az ukrán újjáépítésre, ugyanis az lenne az a téma, amit a következőkben kérném a véleményeteket róla. Azt lehet olvasni, hogy jelenlegi becslések szerint legalább 383 milliárd euróra lenne szüksége az Oroszország ellen honvédő háborút vívó Ukrajnának, hogy újjá lehessen építeni. Ugye volt Londonban egy új Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencia, ahol ez az összeg meghatározásra került, hogy körülbelül ennyire lenne szükség, és azt lehetett olvasni a Reutersben, hogy szó szerint mondjam, hogy az ENSZ szerint kis- és középvállalkozások támogatása Ukrajna újjáépítésének egyik következő lépcsőfoka lenne. A tagállamok, ugye már beszéltünk, hogy mennyivel támogatják ezt. Igen, egyébként érdekes, mert az ukrán álláspont pedig, ők egy teljesen más számot mondanak, ők egy 750 milliárd dolláros összegről beszélnek, csak hogyha összevetjük mondjuk ezzel az imént említett 380 milliárd eurót, kettő nem találkozik teljesen. Ez egy végtelen összegű játszma, vagy biankó, abban az esetben, ha egyszerűen törekvés sincs arra, hogy vége legyen ennek a konfliktusnak. Tehát szerintem mielőtt bármiről beszélünk, arról beszélünk, hogy miért nem merül föl mondjuk ezen a londoni, vagy nem tudom melyik konferencián, hogy egyébként akkor hogyan érjük el azt a pontot, hogy fegyvernyugvás legyen, és hogy ne menjen tönkre több iskola, több mit tudom én, vízierőmű. Hát meg ne halljon meg több ember. Hát most, igen, tehát most ez csak az újjáépítés része, és hogy megmaradjon az a népesség, aki még ott van. Tehát itt azért mielőtt bármit mondunk, azért itt több gyermekes édesanyáként ülünk-e körül az asztal körül, akik hoztak a világra életet küzdelemmel, fájdalommal, aggodalommal, szeretettel, és tudjuk nagyon jól, hogy 20 év betelik, mire egy pici emberből felnő egy ember, és 20 másodperc alatt meg lehet ölni.
nincsen ára az emberi életnek, vagy végtelen. Mennyibe kerül? És nem fogadom el. Nem fogadom el keresztény emberként, és nem fogadom el édesanyaként és nőként, hogy gyakorlatilag statisztikákat olvasunk, hogy 360 katona halt meg, 520 katona, 360 élet, 360 zokogó édesanya, ki tudja hány gyerek, akik ott maradnak anélkül az ember nélkül a továbbiakban. Ugye van egy gyönyörű szép szobor az első világháborúról talán, ahol egy magyar katonának a sziluett egy űr, üresség, és körülötte ott vannak az anya és a gyerekek, meg a szobor ott, tehát magyarul a hiány szoborba öntve. Nem lehet ezt tovább csinálni, és ez minden erkölcs, ez nem érdekel a gazdaság innentől kezdve, majd utána arról is beszélhetünk, hogy egy országot hogyan lehet újjáépíteni, és mi minden kell ahhoz, hogy egy ország létezzen. De az elsődleges az, hogy mégiscsak, hogy van az, hogy itt most már több, mint egy éve, lassan másfél éve dobálják a fiúkat, apákat, férjeket a húsdarálóba, a golyószóró elé. Halmokban állnak a holttestek. Hogy van ez? És akkor számolgatunk. És ki adott erre bárkinek is jogot? Az élet az Isten rendelése szerinti dolog. Ez egy szent dolog. Akik azt gondolják, hogy százezreket le lehet mészárolni bármilyen politikai megfontolásból, és ezt mindkét oldalnak, vagy mindegyik oldalnak üzenem, azok istentelen dolgot cselekszenek. Én ezt gondolom. És ezt nem lehet elmagyarázni. Ki, aki mellől elragadják a fiát, a férjét, és elviszik katonának. Hát mit élnek át azok az emberek? És akkor itt térünk arra rá, hogy igen, a legfontosabb kötőanyaga egy országnak az ember, aki ott él. Hányan élnek még ott? És ott maradnak-e? Hova lett az a népesség? Milliókkal csökkent Ukrajna népessége. Az a legfontosabb, hogy megállítsuk azt, hogy kiürül az az ország. És utána következik majd, hogy igen, valóban van infrastruktúra, út, híd, stb. És igen, ilyenkor az ember nem tud azzal nem foglalkozni, hogy de érdekes, hogy mindig vannak befektetők, akiknek hirtelen lesz egy felesleges híd, amit pont oda akar eladni, vagy ő nagyon szívesen újraépíti az utakat, meg jaj, de szerencse van egy erőmű építő cége. Nem mondom, az infrastruktúra egy másodlagos dolog, az anyag. De hol vannak innét a lemészároltak lelkei? Az mennyibe kerül? Miért nem beszélnek róla? És miért nem lehet erről beszélni? Pontosan. Gyakorlatilag tabu. Annak a kérdése, hogy tárgyalóasztalhoz ülni, ami tulajdonképpen abszurdum, mert hát a világtörténelem az, tehát a háborúk így végződtek, tehát hogy előbb vagy utóbb le kellett ülni egy asztal mellé, és úgy tűnik, hogy tényleg árván maradtunk. Ugye sokat emlegetett Vatikánnal, meg mondjuk a világnak a más tájékán, vagy messzebb élő vidékein ott azért szorgalmazzák azt, hogy legyen egy ilyen rendezéses megoldása ennek a konfliktusnak, de sajnos azt látjuk, hogy nagyon sokan érdekeltek ebben a háborúban. Ez is már sokat beszéltünk, hogy nyilván a hadiparnak az érdekeltségétől kezdve egy világrendbeli átalakulásnak az okán is ez egy kiemelt konfliktus, amit egyszerűen nem érdeke pillanatnyilag azoknak a nagyhatalmaknak, akik ebben alapvető módon vesznek részt, hogy ez békés módon rendeződjön, és az már csak utána egy következő kérdés, hogy ha vége van, és Isten adja, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, akkor utána hogyan tovább, mert van itt egy ország, amelyik előtte is, hát ezért eléggé hát ugye a korrupciótól sújtott, egy bizonytalan vezetésű, sok nemzetiségi ország volt, hát hogy hogyan lehet ebből úgy egy életképes közösséget építeni, hogy egyébként taposó aknákkal van tele a területe, és tényleg infrastruktúrálisan lepusztult. De azért azt el kell mondjuk. És fegyverekkel van tele. Igen, de azt nem vitatjuk el, hogy Ukrajnát egy agresszió érte. Megtámadták. És én nem akarok abban most belemenni, mert nem is lehet, meg nem is tudunk róla eleget, hogy mi minden ok vezetett ide. Ez majd egyszer a történészek dolga lesz, most meg mindenféle okos politikusé, de nem akarunk ebbe belemenni. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy egyébként Ukrajnának is mi a legnagyobb érdeke most. És én azt gondolom, hogy az, hogy most
legyen végre egy tűzszünet, és a konfliktusnak a megoldása, ami legyen minél igazságosabb, mert ha valamelyik ország tudja a világ, hogy milyen egy igazságtalan békét aláírni, az Magyarország, mert 1920-ban velünk aláírattak egy meglehetősen igazságtalan békediktátumot, rendben van, történt, ami történt. Most senki nem kívánja, hogy igazságtalan legyen a béke. Azt szeretnénk, hogy tárgyalásokkal legyen meg az igazságos béke. Jussanak el a tárgyalások odáig, hogy az egy igazságos béke legyen, mert egyébként Ukrajnának is ez lenne az érdeke, mert addig sem gyilkolják a fiait, addig sem ürül ki az ország, és addig sem szórják tele a gabonaföldeket aknával. Tehát egyszerűen a puszta logika, meg az emberség azt mondatja, hogy tárgyalni kell. Meg van egy, az viszont a saját nézőpontunk, és ez egy kikövetelhető dolog lenne, hogy Európa hogyan álljon ehhez a konfliktushoz. Tehát, hogy ne fenntartani kívánja ezt, hanem a saját érdeke, az európai emberek, az európai nemzetek érdekei szerint próbálja valahogy nyugvópontra vinni a dolgot. Már csak azért is, mert ha már itt az újjáépítésről beszélünk, elképesztő anyagi terheket jelent, van egy borzalmas migrációs nyomás más irányból, közben a menekültek fogadása Ukrajna irányából. Tehát azért ez... Ennek a következményei, ezek beláthatatlanok, és nem holnap után fognak megtörténni, hanem most itt vannak az egyes minden európai percben. Emberek húsba vágó, tehát az életében. Úgyhogy az, hogy Európában alig-alig hallani olyan hangot, hogy egyébként mondjuk az Európai Unió egységesen föllépve azt támogatná, hogy egyébként üljenek tárgyalóasztalhoz, ez viszont elfogadhatatlan. De ugye van egy tételmondat, és úgy tűnik, hogy ez mindent felülír. Nem lehet úgy tűzszünet, nem lehet úgy béke, hogy Oroszország bármennyit is nyer ezen, most idézőjelben mondom, akár egy kis területet, akár azt, hogy nincsen kellőképpen megalázva, megbüntetve. Pont nemrég olvastam ugye a svédeknek egy politikustól a nyilatkozatot, hogy Ukrajnának ezt meg kell nyernie, és Oroszországnak egy totális vereséget kell szenvednie. Csak ugye a svédeknek ez nincs köze. Tehát ő most hogy fogja ezt elérni? Nagyon messzire vezet. Ne azt, hogy az ember erről minden ponton végigmennénk ezeken az állításokon, és én azt gondolom, hogy ebben a felfokozott politikai közhangulatban a jelenleg uralja ezt a kérdést, nincs most itt az ideje ennek. Azért, mert messzire, pontosan azért, mert nagyon messzire vezet, le fog ez az egész higgadni, és akkor majd ezeket szépen végig lehet beszélni. De az a helyzet, hogy én egyetlen kifejezést szeretnék mindenkinek felidézni, reálpolitika. Ha valaki úgy nyúl hozzá a világpolitikát meghatározó kérdésekhez, hogy nem vesz tudomást a reálpolitikáról, az hibázni fog. Legyen az bárki. Tehát én értem, hogy a progresszió elfajult odáig ma már, hogy mindenki az, aminek képzeli magát, nincsenek már tények, amikhez bárkinek tartania kéne magát, bárki bármi lehet, amit akar, az érzelem, az tény. Ugye ez a vók világa, és ebbe belefér az is politikai, diplomáciai síkon, hogy teljesen vágyvezérelten gondolkodjon valaki, de már Európát is az alapító atyák, akik létrehozták az Európai Uniót, ők reálpolitikusok voltak. És azért, akikre visszaemlékszünk, a történelem nagyjai, és nem teljesen negatív előjelűek, mert van egy-kettő, aki nagyon mínuszos a történelemből a világpolitikában, de akik pozitívan tettek az emberiség fejlődésére, ők reálpolitikusok voltak. És ez tessék, és morálisak. Tehát itt a reálpolitika és a moralitás. Ezt a két szót szeretném mindenkinek egy picit úgy felidézni, a többit meg majd megbeszéljük, ha lesz rá mód. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy erről nem lehet úgy beszélni, hogy ebben a felfokozott politikai közhangulatban ez kibeszélhető legyen. Mennyire igaz ez, amit mondtál, hogy reálpolitika? A saját történelmünknek, ugye világosi fegyverletétel, Körgeri Artúr neve, akit sokáig egyébként árulóztak, de kiszámolták azt, hogy azóta hány leszármazottjának, hány család él azokból a nemzetségekből, vagy úgy továbbadva az életet, hogy az ottani honvéd katonák megmenekültek egy nyilvánvaló, csak ugye itt is ugye orosz cárral álltak szembe, illetve hát az orosz sereg 200-es orosz sereggel, és ez nem hazaárulás volt meggyőződésem szerint Görgei Artúr részéről, hanem egyszerűen felfogta, hogy a nemzet az akkor tud megmaradni, akkor van hosszú távú esélye, hogyha nem megy tönk. Tehát magyarán csak azt akartam mondani, hogy pűroszi győzelem vagy lenne. Vagy a trianoni békediktátum aláírása, az maga volt egy olyan reálpolitikai döntés, ami, mondom, egyszer majd talán el tudjuk beszélni ezt a fájdalmat, amit jelentett ez akkor a magyar nemzetnek, vagy jelent a mai napig, egy posztraumás stressz szindrómában küzdünk 15 millióan, de,
de egy reálpolitikai döntés volt. És egyszerűen ezeket, és de mehetnénk más nemzetek történelméhez is visszanyúlhatunk. Hát nagyon sokat, franciák, Charles de Gaulle, ugye? Tehát, vagy hányat mondjunk. Nagyon sok olyan pillanat volt, ahol reálpolitikai döntést hoztak nagyok, nagy politikusok. És a másik a moralitásnak minden aspektusa. Tehát ezt igen, beleértve azt, hogy az agressziót is elítéljük, beleértve azt, hogy a gyilkosságokat is elítéljük, beleértve azt, hogy a tömegmészárlást is elítéljük a fronton, beleértve azt, hogy elítéljük azt, hogyha a gyengébbet letámadja az erősebb, és elítéljük azt, hogyha el akarnak erővel venni bárkitől bármit is. És ezt úgy ítéljük el, hogy nem az ex-katedrálás pontot vallja Magyarország, hanem egy végig szenvedett és megszenvedett legalább ezer éves történelemmel a háta mögött. Nekünk nagyon sok tanuló pénzünk van abban, amit most gondolunk erről a kérdésről. Beleértve azt is, hogy igen, meg tudjuk különböztetni a migránst és a menekültet, tudjuk, mit jelent az, hogy egy ország a határait meg akarja védeni, tudjuk, mit jelent befogadni, mert tettünk ilyet is az évezredek, az egy ezer éves történelmek alatt épp elégszer, és különbséget tudunk tenni migráns és menekült között. Jó lenne, hogyha nem csak a Vatikán értené és hallaná a magyar álláspontot, hanem valamiféle befogadóbb, értőbb fül lenne Brüsszelben is, de egyelőre hát ezzel az EP-vel, amelyik most ott van, nem látom. És sajnos egy dolgot még nem említettünk, ami benne van a pakliban, az az, hogy ez a regionálisnak indult konfliktus, ez tovább szélesedik. Tehát azért a végtelenségig, amikor már azt halljuk, hogy atomtöltető fegyvereket meg hogy meg kell semmisíteni Oroszországot, ide-oda, tehát azért ebben nyilvánvalóan ott van egy borzalmas eszkalációnak a lehetősége, ami ellen pedig mindenkinek kézzel-lábbal kellene tiltakoznia, és nem tudom, hol vannak a béketüntetések Európában. A 68-as generáció hova lett? Ezt így a levegőbe hagyom, ezt a kérdést. Jó, hozzam akkor a következő témánkat, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, ezt a hitradio.hu-ról olvasom. A mesterséges intelligencia lehet, hogy új Bibliát fog írni, néhány éven belül talán lesznek olyan vallások, amelyek valóban helyesek, állítja Yuval Harari, aki elutasítja a Bibliát, mint alapvető igazságot. Az a helyzet, hogy pont erről egy interjúban nyilatkoztam nemrég, az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia olyan, mint egy szabadon futó vadló, nem lehet megállítani a technológiának ezt a fejlesztését azért, mert eszközrendszerünk nincs hozzá, hogy megállítsuk. Tehát valaki valahol úgyis tovább fogja buherálni. És már most el vagyunk késve ennek a szabályozásával. Feszegettük ezt a Pandora szelencéjét, és olyan jól sikerült, hogy kinyílt. És az a digitális tér, amiben ez a technológia idézőjelben él, vagy létezik, tehát ahol funkcionál, ahol megvan, ott valóban most eljött az a pont, amikor a cancel culture új szintre lép, az eltörlés kultúrája, a kultúra eltörlése, ugye most értünk el odáig, hogy képes rá a technológia, hogy újraírja az emberiségnek a digitális emlékezetét. És mivel az vagy, akinek szocializálódtál, mondd el fiaidnak, ugye ez az ősi parancsa a judeo-keresztény világnak. Ha ehelyett egy gép fogja nekünk elmondani, akkor igazából a lényünk egy legjelentősebb része megsemmisül. Leszünk fizikailag, és létezik majd valami a helyünkön, amit társadalomnak próbálunk hívni, de ez már nem az lesz, amit az ember alkotott az Istennel adott esetben együttműködve. Mit lehet tenni? A technológiának nincs előjele. Ezt mint az űrkutatásban elég sokat dolgozó ember, ezt elmondhatom, hogy nincs plusz meg minusz a technológia előtt. Sokszor elmondom a példát, a kalapáccsal be lehet törni egy embernek a fejét is, meg be lehet ütni egy szeget is a falba. És nem a kalapács a hibás, hanem a kéz és a kezet mozgató fej és a fejet irányító morál. Tehát az a kérdés, hogy mire használjuk. Tehát egyrészt reziliensen fel kell készülnünk ezekre a technológiákra, hogy adott esetben a technológiával válaszolva próbáljuk meg a fejlődés irányát jó irányba vinni, és másfelől pedig, mit nem ér el a mesterséges intelligencia, a Gutenberg galaxist, a nyomtatott könyveket, soha ilyen jelentősége nem volt a könyvtárainknak, a könyvespolcainknak, és mindenkit arra biztatok, hogy őrizze meg a nyomtatott könyveit, mert nagy jelentősége lesz, hogy ezek megmaradnak-e intaktan, mert ezzel számolni kell. De jó, hogy ezt mondtad, most tettünk éppen fel egy újabb könyvespolcot. Raktunk tele könyvekkel, amire pillanatnyilag nincs sok idő olvasni őket, de egyébként abszolút így van, és az,
hogy Harari, és persze ilyenkor mindig a Biblia jön elő érdekes módon, tehát... Szóval miért nem a kommunista kiadvány? Igen, tehát hogy miért nem párt, igen. Nem tudom, SMS-eket akar újraíratni, vagy nem tudom, de érdekes, hogy azonnal, igen, nem? Tehát azonnal... Mert hogy azt mondja, hogy egy valóban igaz szöveget írhat meg így a mesterséges intelligencia. És ezt egy ateista fogja eldönteni, hogy melyik megnéztem a Harari-ról, nekem ő már elég régi becsípődésem, olvasva a műveit, hát alá vannak húzigálva, hogy hol és mennyiben nem tartom borzasztó károsnak a narratívát, amit ő fölépített. Na mindegy, de hogy egyébként egy vegán ember, aki buddhista meditációkat követ, és hát érdekes módon mondjuk nem ezt de közben ezt ateista, tehát ez a jó ember. Hogy hívják? Cincálni. De hát azért bocsásson meg a világ, hadd tartsuk mi ezt egy isteni kinyilatkoztatásnak a Bibliát, és ne akarjon ezt senki, se Harari, se senki, se a mesterséges intelligencia hozzányúlni. És a másik pedig az, hogy nem tudom, tehát nekem picit az érzésem, hogy ezt már így kicsit túl van beszélve ez a mesterséges intelligencia. Az is gyanús nekem, hogy most már Soros Györgynek is ez a legnagyobb problémája. Tehát hirtelen mindenki a mesterséges intelligencia bűvkörében él, miközben még azt se dolgoztuk föl, hogy közösségi médiában létezünk, tehát az érzelmileg úgy vagyunk lemaradva, mint a indián a kanyarban, vagy nem az tudom. Az a baj, hogy ugye nem érzi az emberiség azt, amikor egy-egy technológiai robbanás bekövetkezik. Tehát amikor tényleg fokozatot vált a társadalmi fejlődés. Azért volt párszor ilyen, azért tudtam a Gutenberg galaxist idehozni, mert amikor a nyomtatás megjelenik, és az információ gyakorlatilag hirtelen mindenki számára elérhetővé válik, és nem csak egy zárt köré. Onnantól kezdve egy óriási társadalmi átalakulást von magával, és most egy olyan küszöböt léptünk át, nem fogjuk, már átléptük, ami megint csak robbanásszerű növekedést, vagy változást, vagy sebességet hoz bele a társadalmi változásokba, és nem vagyunk rá felkészülve semmilyen szinten. Ez is olyan bájos, amikor körbeüli 600 ilyen tudós, akik egyébként ezt létrehozták, körbeüli, és csodálkozik, latolgatják, hogy mondjuk 10% szavaz arra, hogy az emberiséget elpusztítja. Mint hogyha ez szavazás kérdése lenne, egyébként meg, hogyha csak egy valaki lát egy következményt, és mindenki más téved, akkor az befolyásolja az igazságot. Igen. Tehát, hogyha csak egy ember rájön arra, hogy hú, gyerekek, itt gáz van, és mindenki más meg nem veszi ezt észre. Tehát azt kéne megértenünk, hogy a progresszió pont azt akarja nekünk hazudni, hogy nem vonatkoznak ránk a fizika törvényei, a biológia törvényei. Te a magad istene vagy, és te teremted önmagad, és mindenki másnak is. Tehát ugye ezt próbálják létrehozni, ennek is megvan a maga eszme történeti háttere, most mindegy. De ettől még ezek a törvények léteznek. És egész egyszerűen az emberi elme befogadó képességének a sebessége valamilyen, tehát nem vagyunk evolúcióban ott, hogy ezt a fajta gyors változást, mint amit létrehoztunk a technológiában, képesek legyünk emberként felfogni és integrálni magunkba. És megint vissza a morálhoz, hogy a gazdaságnál, ugye a tudománynál is nem létezhet erkölcs nélkül egyik sem, mert az pusztulásba vezet. Igen, mint egyébként a végkövetkeztetése az, ami egy kicsit aggaszt, mert azt mondja, hogy hát ugye ezek a vallások valamilyen szinten kirekesztik egymást, az egyik ebben hisz, a másik abban. Na most itt a mesterséges intelligencia meg tudna csinálni olyat, ez egy kommunista ami mindenkinek jó. Ez ugyanaz a kommunizmus, amit mindenhogy ránk akartak erőltetni. Itt volt osztályharc, itt volt az, hogy no nation, no border. Azért ne legyenek nemzetek, mert a háborúkat a nemzetek csinálják. Akkor itt elhallgatjuk, hogy egy fészkes fenét, a háborút érdekkörök csinálják, és érdekkörök mindig lesznek. Tehát nem az lesz a lényeg, hogy most kinek milyen trikolória alatt vonulnak a seregek, hanem hogy ki az érdekkör a háttérben. Tehát mindig ugyanaz a kommunista elme baj, ez a mindenkit legyalulunk egy egység, egyen szintre. És most itt jönnek ezek a vallások. Nem. A vallások, a morálnak a különféle megfogalmazása és leképeződései egyébként. És igen, vannak konfliktusok, de azok mögött megint inkább érdekkörök vannak, akik érdekkörként úgy ítélik meg, hogy valamire hivatkozva konfliktust generálnak. És hogyha majd nem a vallások nevében, akkor majd nem lesz valami más. Meg ki lesz az ítész, aki hát megmondja, hogy ez és mindenkinek megfelel. Én majd jelentkezem, hogy bocsánat, nekem nem jó. Vagy hogy? Tehát, igen. Ha megint az ember a mérce, tehát mindig az ember a mérce, akkor mindig ugyanoda fogunk kiukadni, hogy
nem lesz az, hogy hány milliárdan vagyunk. Hát ezt Madács megírta, ugye, Homo Union és a Homo Union konfliktusa, igen, vagy hogy is írja az ember tragédiájában. Tehát mindig lesz valami, ami mentén fragmentálni hasad lehet, igen, az egységet. Tehát a legnagyobb bomlasztók egyébként pont a nagy kommunisták voltak, gondolkodónak nem nevezném őket, de nekik sikerült mindig társadalmi viszályban szembefordítani egymással emberi csoportokat. Mindig. Mindig a társadalmi feszültség szítására törtek azért, mert azt gondolták, hogy ebben az anarchisztikus folyamatban le tudják bontani azt a struktúrát, amit el akarnak törölni, hogy majd a helyén ők felépítsék a saját elképzeléseiket. Tehát az anarchizmus és a kommunizmus kéz a kézbe járt a kezdetkezése óta. És érdekes módon egyébként általában a bibliai szövegével vannak problémáik. Tehát most a napokban pont több ilyen hírt olvastam, hogy cenzúráztak valakit, uh-huh, idézett a Bibliából, ezért megrótták az egyetemen az oktatót, tehát volt itt a finn képviselőnek is ugye az ügye. Tehát azt ritkán hallom, hogy a Buddha szent könyvekből való idézés az ilyeneket volna maga után, vagy akár a Koránból való. Tehát hogy valahogy mindig a Bibliát találják. Mert ezt alapvetően igen, a kereszténységgel, a Bibliával, de a zsidó vallással is. Igen. Tehát levelünk lehet megcsinálni, úgy látszik, vagy pedig valamiféle olyan igazodási pont, amit megkerülhetetlen. Ez az utóbbi lehet, én nem vagyok eszmetörténész, és nem is vindikálnám magam a jogot, hogy itt a világvallások összehasonlító elemzésébe, igen, belemerjek menni. Mint keresztény ember azt tudom mondani, hogy azért a kereszténység, vagy a judeo-keresztény eszmekör az egyik legközelebb van ahhoz a fajta egyenlőséghez, amit annyira vágyunk valahol a lelkünkben, és én azt nem vitattam, hogy a kommunisták is eredetileg valami jót akartak, csak az nagyon régen volt. Mert azt mondjuk, ugye, hogy ti mindegyek vagytok a Jézus Krisztusban. Tehát azt mondjuk, hogy ez Isten előtti egyenlőség, hogy mi mind véges, gyarló, bűnös, teremtett, földi létünkben halandó emberek vagyunk. És mind szükségét érezzük annak, hogy a jó Isten irgalmát megkapjuk, és az irgalmára szorulunk. Tehát ebben a tekintetben egyenlő véteszi a teremtett embereket, és ez szerintem, én nem mondom, nem vindikálom magamnak a jogot, hogy most más vallásokról nyilatkozzak, de ebben a tekintetben a kereszténység, vagy ez a judeo-keresztény világ, ez ténylegesen nagyon-nagyon sokat adott az emberi fejlődéshez. És hát az európai kontinensnek az alapja. Így van. A törvényhozásnak. És a minden, hát az emberi jogoknak az így van, minden az tulajdonképpen ebből sarjad ki aztán. És hát ugye ezt láttuk, hogy a nagy pápák, mi éppen nem olyan régen rendeztünk 16. Benedek kapcsán egy konferenciát, akinek most majd le is fordítjuk a beszédét, amit a Bundestag előtt mondott el, hogy nem nélkülözhetjük ezt az alapzatot. Tehát hogyha Európára szűkítjük itt a beszélgetést, akkor hogyha megtagadjuk ezt a keresztény gyökérzetet, ezt a bibliai alapállást, akkor egyszerűen egy olyan új emberkép és egy emberellenes ideológia fog megint újra, éppen most egy más színezettel felbukkanni, aminek a következményeit már láttuk a 20. században, innen is, onnan is megközelítve. Hitler ugyanígy a kereszténység felszámolását tűzte ki második céljaként, azt követően, hogy ilyen, leszámol, ilyen furcsa germán, ahogy Sztálin is ugyanezt a kultuszt. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a kérdések... Útban van. Útban van, igen. És megkerülhetetlenek voltak már eddig is, és most is úgy tűnik. Még a mesterséges intelligenciának is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ferenc Orsolya és Máté Zsuzsa volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.